De nem tudtam elhagyni a próbámat emiatt. Úgyhogy... Kovács Tamás köszöntésével indult a Vörösmarty Színház évadnyitó társulati ülése szombat délután. Az ifjú színész teljesítményével kiérdemelte a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója egyebek mellett arról is beszélt, hogy milyen előadások várják a közönséget az új évadban. A Komáromi Színházzal együttműködésben készítsük Shakespeare a Windsori Vígnők című vígjátékát, és már idestóban majdnem 3 hete próbáljuk. Rövidesen Komáromba vonulunk, és ott folytatódik a munka. Az Úri Murit is elkezdte már Horváth Csaba, és a Pelikánban pedig dolgoznak azok a lelkes és tehetséges fiatalok, akik a Mi Rómeónk című előadást fogják létrehozni. Az évad tulajdonképpen nem különbözik attól, amit az évadzáron meghirdettünk. Kevesebb bemutatót tartunk, viszont több előadást tartunk műsoron, hiszen hál' Istennek nagy sikerűek az előadásaink. Az évad során továbbá látható lesz a színház színpadára 20 év után visszatérő Hegedűs a háztetőn, Eugene O'Neill Amerikai Elektra és Herceg Ferenc Kék Róka című darabja is. A Kozák András stúdióban az évad első bemutatója Iván Viripájev Részegek című drámája lesz. Ezen kívül a 2024-25-ös évadban számos gyermek és ifjúsági előadással várja a fiatalabb közönséget a Fehérvári Teátrum. Szikora János továbbá arról is beszélt, hogy a 2024-25-ös évad bizonyos szempontból mérföldkő is lesz a színház életében. Lezárul egy ciklus, nevezetesen az én ciklusom, és egy új vezetés viszi majd tovább ezt a színházat. A hosszú tárgyalások után közösen munkatársaimmal úgy döntöttünk, hogy az igazgatói pályázatra Lőrinc Zsuzsa fogja beadni azt a pályázatot, ami gyakorlatilag egy team, egy csapat együttműködésének közös jövőjét fogja majd felvázolni. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere az elhangzottakkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy egy színház vezetőjének kérdése komoly dolog, különösen egy olyan városban, ahol egy színház működik és az intézmény meghatározó kulturális tere a környéknek és a régiónak is. Emellett hozzátette, hogy az év végével lezárul az állammal 5 évvel ezelőtt kötött közös fenntartásra való megállapodás. Az államnak itt egy fontos kötelezettsége is joga volt. Az egyik az a pénzügyi finanszírozás. Itt egy elég jelentős, közel 500 milliárd forintos éves támogatást kapunk a magyar állami költségvetésből, amit kifejezetten a Vörösmarty Színházra fordíthatunk. A másik oldalon pedig ez a bizonyos színházigazgatói pályázat egy megfelelő jogi keretrendszeren belül közösen került gyakorlatilag lebonyolításra. Ugye ez a megállapodás év végével lejár, folynak már a tárgyalások, mi lesz ennek a jövője. Én bízom benne, hogy a jövőben is minden stabilitást és biztonságot, hátteret jól biztosító megállapodásunk lesz finanszírozásra is, és így találjuk majd meg az új színházvezetést is. Szikora János a társasági ülés végén arról is beszélt, hogy a felelősségérzet nem kisebb benne, mint a 13 évvel ezelőtti első ülésen, és úgy véli, hogy periódusa végén bizonyos szempontból a terhet leteheti ugyan, a felelősséget azonban nem a Vörösmarty Színház jövőjével kapcsolatban.